Ma reggel 7 óra 10 perckor súlyos vasúti szerencsétlenség történt hazánkban. Alma mellékállomás előtt a Budapest felé közlekedő személyvonat eddig ismeretlen okokból belerohant egy a pályán veszteglő tartályvonatba. A rendőrség szakértők bevonásával azonnal megkezdte a baleset körülményeinek tisztázását, és vizsgálatot indított az Alma melléki állomás főnök, valamint a forgalmista ellen. A rendőrség ezen kívül keres egy Ferenc Károly nevű 22-23 éves fiatalembert, akit feltehetően felelősség terhel a vasúti katasztrófa miatt.